A második vendégemmel a tudatos bőrápolásról fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban Takács Petrát, smink- és bőrápolási szakembert és kozmetikus. Szia Petra, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Mióta foglalkozol bőrápolással, kozmetikával, sminkeléssel? Hát én a sminkeléssel kezdtem el először, mert ez egy ilyen nagy szerelem volt. Én régebben versenyszerűen táncoltam latin-amerikai és standard táncokat, és hát ugye ott muszáj volt megtanulni. És akkor az első smink tanfolyamomat azt 2017-ben végeztem, és akkor így szépen lassan folytam ebbe bele, először csak munka mellett, utána már csak 4 órába dolgoztam, 4 órába, és akkor így szépen lassan átfolytam tulajdonképpen így a vállalkozásba. És akkor közben még elvégeztem ugye a kozmetikus képzést is, tehát hogy ugye okleveles kozmetikus legyek. Úgyhogy tulajdonképpen így 2017 végétől, és így szépen lassan egyre többet és többet kezdtem el vele foglalkozni, teljes munkaidőbe, teljes erőbedobással, hát ilyen 2018, valahol az ő közepe vége fele, de már igazából pont azért, mert folyamatosan mentem bele, már nem igazán emlékszem, hogy mikortól is, de ez volt így az első, amikor egy ilyen lépést tettem ez iránt. Ugye nem titok, hogy neked vannak különböző online oldalaid, ahol folyamatosan nőnek a követőidnek a száma, vagy nő a követőid száma, ami egy nagyon pozitív visszajelzés. És nekem is nagyon tetszettek a különböző posztjaid, bejegyzéseid, videóid, mert nagyon érthetően és nagyon jól beszélsz a különböző bőrápolási rutinokról. Kozmetikusként mi az, amivel a leggyakrabban megkeresnek téged, mint egy probléma, ha van ilyen? Hát igazából nagyon-nagyon sokféle dologgal, de talán még mindig ezek az ilyen pattanásos aknés bőrproblémák vezetnek, de igazából van minden, tehát hogy ha mondjuk 15 embert nézünk, abban tényleg a száraz bőr, az anti-aging, a rozátea, ezek a különböző ilyen pattanásos bőrök. Tehát, hogy igazából tényleg mindenféle van, mindenkinek nagyon egyéni a problémája, ezért is nem lehet ezt így gyakorlatilag így ráhúzni egy sablont, szóval fontos, hogy az ember megismerje a másikat, meg megismerje a másiknak a bőrét, meg a problémáját, amennyire lehet. Úgyhogy igazából tényleg nagyon változatos, abszolút nem unom el magam itt a tanácsadásokon, úgyhogy tényleg mindenféle probléma és mindenféle bőr van, és tök jó, hogy most már nem csak a nők, tehát hogy azért egyszer-egyszer mindig felfeltűnik egy férfi is így a rutinozós, én így hívom őket, hogy a rutinozósaim között, és ez is szerintem egy nagyon pozitív irány, hogy már így a férfiak is. Igen, ez már nem egy tabu. Igen, legalább, igen, tehát igen. Nagyon igen. Sok tekintetben ez elmondható. Igen. Vannak olyan alapvető bőrápolási hibák, amiket így hétköznapi emberként elkövetünk, mondjuk, hogy azt hittük, hogy biztosan jót teszünk a bőrünknek, és most már kezd az a tendencia lenni, hogy hát nagyon nem. Hát én ugye ez is nagyon egyéni, de én igazából két dolgot tudnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Az egyik, amiről ugye nagyon sok posztom is szól, ez a mindennapos fényvédelem. Ugye ez azért már külföldön sokkal elfogadottabb, ezt a bőrgyógyászok már nagyon-nagyon régóta mondják és próbálják közvetíteni, hogy ugye az UV-sugárzásnak azért nagyon sok, nagyon káros hatása van a bőrre nézve, és sajnos még mindig ott tartunk, hogy barnának kell lenni, mert csak az a szép, de most én is hold fehéren. Ugyanakkor pedig ugye a tanulmányok már nagyon régóta tudják és mutatják, hogy ez nem így van, és hogy tulajdonképpen védenünk kell a bőrünket, és nem csak nyáron, és nem csak amikor elmegyünk a Balatonra, és nem csak a vállunkat kell kenni, szóval ez az egyik, amit így nagyon erősen próbálok nyomni, ez a mindennapos fényvédelem. A másik ilyen dolog, ami még így eszembe jutott talán, amivel még találkozom, az az, hogy nem fektetnek elég energiát, inkább figyelmet, vagy tényleg tudatosságot, én ezért szoktam ezt ugye tudatos bőrápolásnak hívni, az emberek a bőrükre. És ezért is szoktam sokszor ezt így
elmondani, hogy a bőrünk az tulajdonképpen a legnagyobb szervünk, tehát ez egy szerv. És ugyanúgy, ahogy az egész testünkre, és hál' Istennek ez most már ugye egyre jobban benne van a köztudatban, ugye az egészséges étkezés, a testmozgás, a stb., ugyanúgy a bőrünkre is figyelni kell, és figyelmet kell fordítani, tényleg egyrészt azért, mert ez a legnagyobb szervünk, azért, mert ez véd minket, azért, mert ez egész életedben hordod tulajdonképpen a bőrödet, és hát nem utolsó sorban ugye azért esztetikailag is nagyon meghatározó, hogy mindez hogy néz ki, de ugye nem csak az esztétika fontos, hanem tényleg ennek az egészsége is, úgyhogy talán ez a kettő, amit így ki tudnék emelni, és ezen belül egyébként meg azért bakik sorozata is tengere lehet mindenkinél, de hát erről ugye órákig lehetne beszélni, de talán ha ez a kettő így le van fektetve, meg, uh-huh. meg tudatosan az ember fejében van, akkor már olyan túl nagy dolgok nem történhetnek, túl nagy problémák. Eszembe jutott egy dolog itt a barnulással kapcsolatban, uh-huh. amit említettél. Azt is láttam, hogy ugye a szoláriumok ellen vagy te is. Igen. Hogyha nagyon röviden összefoglalva, mert szerintem nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy miért káros, és miért nem ajánljuk vagy ajánlod az embereknek a szolit. Igazából ugye itt ez a szolárium meg a napozás, tehát most nem arra gond, mert itt ugye, amikor erről elkezdek beszélni, akkor ugye rögtön jön a túlzást, hogy jó, persze, mert akkor most már barlangban kell élnünk, és akkor soha ne is menjünk ki, és akkor úristen, és démonizáljuk ezt az egész nap dolgot. Nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a saját, egyébként ez is egy trend, hogy ugye fogadjuk mostanában, hogy fogadjuk elő magunkat, ami szerintem egy tök egészséges és tök jó dolog. Ugyanakkor az ember a saját bőrszínén még mindig változtatni szeretne, és minden áron fenn akar tartani egy olyan bőrszínt, ami tulajdonképpen nem az övé. De igen, tehát itt nyilván nem azzal van a probléma, amikor az ember elmegy egy túrára, amikor az ember elmegy nyaralni, hanem azzal, és ugye itt jön be a szolárium, uh-huh. hogy egész évben művi úton fenn akarok tartani egy olyan bőrszint, ami tulajdonképpen az enyémtől holt távol áll, és ezáltal ugye nagyon nagy mértékű UV károsodásnak teszem ki a bőrömet, ami ráadásul azért egy veszélyes dolog, mert nem feltétlenül látszik azonnal, hanem csak évek múltán, lehet, hogy 5 vagy 10 év múltán, és egyszer csak így hirtelen pigmentfoltok formájában gyorsabban kezd el öregedni a bőr, de egyébként a bőrszárasság, a pórusok mérete, és akkor ugye még nem beszéltünk a rák megelőző uh-huh. és a rákos elváltozásokról, amiről azt gondolja az ember, hogy ez vele soha nem történhet meg, de pont most olvastam egy 2018-as ilyen KSH-s kutatást, hogy a leggyakrabban előforduló ráktípus Magyarországon az sajnos a bőrrák, és csak azért úgymond, mert ennek elég sok fajtája van, uh-huh. ebben sem is mennék bele, de a leggyakorabbi fajtái azok, hála Istennek, nem képeznek áttételt, éppen ezért a halálozási arányban nagyon hátul vannak uh-huh. ezek a ráktípusok, és ezért sajnos elsiklunk felette, de ez ettől még rák, tehát ez ettől még megvan, és sajnos ugye én ezért vagyok a szoláriumok ellen, mert úgy gondolom, hogy ugye a cigarettás dobozra kiírjuk, hogy mit okoz és miért ne, de ugyanakkor meg szolárium minden sarkon van 2, és erre pedig nem hívjuk fel a figyelmet, hogy oké, hogy csinálod, csak tudjad, hogy mit kockáztatsz vele, és nem tudják az emberek. És mivel még mindig kevesen beszélnek róla, ezért amikor én is beszélek róla, akkor így legyintenek, meg lehülyéznek, de közben nem. Igen, szoktam látni a kommentekben, igen. Is, hogy ez és az. A háborút, igen, a háborút, ami dúl, de nem baj, tehát én ezt így elviselem, meg páran vagyunk így azért mm-hmm. már, akik így ezt így elég vastag a bőre képünk, szóval ezt elviseljük, de még mindig nem beszélnek erről sajnos eleget, úgyhogy ezért vagyok ez ellen. Igen. Ha valaki esetleg mégis barnulni szeretne, akkor van valamilyen megoldás, mondjuk valami megfelelő krém, vagy inkább azokat sem ajánlod annyira? A barnító krémekkel egyébként semmi baj nincsen, én is nyáron szoktam használni, amikor zavar, hogy a lábam túl fehér vagy ezeket tényleg semmi gond nincsen. Meg amúgy, tehát nem a barnasággal van, tehát ez így nagyon általános. Uh-huh. Mert nyilván mindannyiunknak más a természetes bőrszíne,
más a természetes melanin termelése. Tehát van, aki 5 percet kín van, és full barna, és nyilván az ő bőrét ez sokkal-sokkal kevésbé terheli meg, mintha én, ugye ezzel a bőrszínnel, akarnék olyan barna lenni. Tehát ahhoz nekem rengeteget kéne az UV-n tartózkodni, és egy nagyon nagy károsodást szívnom magába, idézőjelben, a bőröm. Tehát ez is egyénfüggő. Egyénfüggő. Uh-huh. Igen, tehát itt nem a barnasságot kell démonizálni, hanem azt, hogy mindenki a saját egyéni bőrszínével barátkozzon már végre meg, ne legyen ez a dogma, hogy csak akkor vagyok szép, hogyha egész évben étcsokiban úszom. Tehát, hanem hogy tényleg minden bőrszín szép, és mindenhogy lehet csinos, és nem kell feltétlenül ellene menni a természetes színeknek, igen, és megjelenésednek. De hogyha barnulni is szeretnénk, akkor tényleg már nagyon-nagyon szuper barnító krémek vannak. Tényleg olyan, hogy bekened magadat, és egy-másfél hétig tök jó színed van. És károsodás nélkül. Uh-huh. Tehát, hogy ez nagyon fontos kiemelni. Úgyhogy igen, nyáron én is szoktam ezt. Télen, most így hosszú nadrág, hosszú pulcsi, nem érdekel. De nyáron, amikor olyan van, akkor igen, én is szoktam ezzel. Térjünk rá egy picit az arcápolásra, mert biztos ugye ez tényleg nagyon sok embert érint. Nekem nagyon tetszik az, hogy röviden összefoglaltad, hogy mire kell figyelni, ugye a tisztítás, hidratálás, fényvédelem, stb. Mi az a nagyon-nagyon alap rutin, amit el kell sajátítani, vagy amit figyelembe kell venni ahhoz, hogy rendben legyen a bőrünk? Hát egyébként pont ez, amit elmondtál. Tehát ez a tisztítás, hidratálás, fényvédelem. Szóval ez amit mi így úgy hívunk ilyen szakzsargonban, hogy alap rutin. De én ezt mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy ez már egy komplett bőrápolási rutin. Tehát ha az ember megfelelően tisztítja, megfelelően hidratálja a bőrét, és védi a fénytől, ugye az UV-től, amit itt elmondtunk, akkor tulajdonképpen ez már egy tökéletes rutin. A rutinnak a bonyolultsága, hát ugye sok mindentől függ, akarat, idő, pénz, tehát ez muszáj nyilván az anyagi dolgokat is figyelembe venni, meg attól, hogy kinek mennyi bőr problémája van, és kinek mennyi célja van a bőrápolással. Tehát, hogyha valakinek nagyon sok célja van, hogy ezt is szeretném, azt is szeretném, azt is, akkor nyilván bővül fog. Ha valaki csak azt mondja, hogy én csak tényleg így szinten szeretném tartani, a bőröm egészségét meg szeretném őrizni, úgy különösebb problémám nincsen, akkor bőven elég ez, amit te így elmondtál. Szóval, amikor például rutinozunk, akkor amellett, hogy a bőr problémákat fölmérem, azt is mindig megkérdezem, hogy mennyi időt szeretne erre szánni, mennyi pénzt, mi az, amit ő ebből problémának él meg, mi az, amit szeretne mindenképpen változtatni, és akkor ez így bővül. De a tényleg a bázis és a leges-leges legfontosabb az, amit elmondtál. Tehát a tisztítás, a hidratálás és a fényvédelem, és ennyi, és minden más már csak plusz erre. Az esti rutin az mennyiben tér el? Nyilván este a fényvédelmet azt lehet hagyni. Kell, igen. De hogy van nagy különbség, vagy szintén a tisztítás, hidratálásra fókuszáljunk inkább? Hát én ugye úgy különböztetjük ezt meg, hogy nappal véded a bőrödet, és akkor ugye este, tehát az esti rutinnál ott történnek a csodák. Tehát, hogy ott meg hát azért lássuk be, most reggel kinek van ideje, meg kedve ott, nem tudom, kenekedni, akár csak 10 percig is. Meg hát reggel ugye még nők vagyunk, sminkelni kell, hajat kell csinálni, fel kell öltözni, meg azért még reggelizzünk is, meg kávézzak is, meg elpakolok, ezt csinálom, azt csinálom, főleg akinek még esetleg gyereke is van otthon, tehát hogy ez... A reggeli rutin az mindig rövidebb, és ott tényleg a leges-leges legfontosabb az a fényvédelem. Minden más. Már az is egyéni, hogy most valaki reggel arctisztítóval mos-e arcot, vagy csak szimplán langyos vízzel. Hogy most neki kell-e még a fényvédő alá hidratálni? Például nekem nem kell. Tehát nekem zsírosabb a bőröm, nekem bőven elég a fényvédő is. Ha csak az alaprutinnál maradunk, akkor az esti nagyon fontos lépés, ez ugye a bőrnek ott tényleg már a megfelelő tisztítása. Ha valaki visel sminket, annak az arctisztítása más lesz attól, aki nem visel sminket. Vagy aki, mit tudom én, edz, és akkor nagyon ugye megizzad, stb. Itt ugye már belép a dupla tisztítás fogalma, hogy a sminklemosás meg az arclemosás az bizony két külön lépés, tehát hogy nem, azt nem feltétlenül lehet úgy megcsinálni egyszerre,
hogy az kíméletes legyen, tehát ez nagyon fontos, de ugyanakkor effektív. És ami nagyon-nagyon fontos este, ugye ez a bőrnek a hidratálása, így szokott például a zsíros bőrűek így nagyon elcsúsznak, hogy jaj, hát én nem használok hidratáló krémet, mert hogy nekem zsíros a bőröm, minek, és akkor ugye túlszárítja, és akkor csak még zsírosabb lesz, tehát az esti hidratáló krém használat az mindenkinek kötelező, illetve nyilván, hogyha bejönnek már az egyéb szérumok, esetleg hámlasztók, bármi, azokat is inkább azért ugye este szoktuk használni, és akkor ugye, amikor megfogalmazódik egy cél, akkor én így a fejemben nagyjából összerakom a rutint, hogy mit, mikor, melyik nap, hogyan, hogy ne legyen túl leterhelő egyik nap se, ne kelljen nagyon sok percig ott a tükör előtt ácsorogni, de ugyanakkor meg azért elérjük azokat a célokat, amit kitűztünk magunknak. Említetted a hámlasztókat, erről egy picit tudnánk beszélni, hogy mik is és miben segítenek. Igen, hát ugye a bőrnek van egy természetes megújulása. Szóval bár egyébként mi kb. Ugyanazt látjuk a tükörben minden nap, de a bőrnek a legfelső rétegében, a hámban, ott folyamatosan termelődnek új hámsejtek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy alul, ezt ilyen egyszerűen szóval, alul termelődik, fölfele vándorol, és fölül egyszer csak leválik. És ez így 30 naponta ismétlődik, szóval 30 naponként tulajdonképpen új bőr vagy. És milyen jó hír. Igen, ez jó hír. Ez azért is jó hír, ugye, mert ugye amikor problémák ellen küzdünk, akkor ez a bőrmegújulás, ez nagyon fontos nekünk, és ennek a serkentése fontos nekünk. És tulajdonképpen ezt nem csak a hámlasztók csinálják ezt, de az egyik jó módszer erre, az ugye a kémiai hámlasztás. Ugye még mindig nagyon sokan ott tartanak, hogy csak a bőrradír létezik, de a bőrradír az tulajdonképpen annyit csinál, hogy mechanikai úton a legfelső hám réteget ledörzsöli, ami sokszor nagyon durva a bőrnek, sokszor mikrosérüléseket eredményez, ahol bejutnak a kis baktériumok, az meg még több pattanáshoz vezet. Tehát ez egy kicsi elavult módszer, és nem is feltétlenül jó a bőrnek. Akinek már egy kicsit érzékenyebb a bőre, annak meg aztán teljesen no-go, tehát hogy nem szabad. Ez is milyen érdekes, mert az emberek fejében azért nem ez a képje. Így van, tehát hogy ez még nyilván, ez még nagyon sok év, amíg ez át fog fordulni. De a tudatos bőrápolásban mi a kémiai és enzimes hámlasztókat preferáljuk, amik ugye az mellett, és itt van a nagy különbség, hogy leszedik ezt a felső réteget, igen, hámréteget, amit egyébként sokkal kíméletesebben tesznek meg, mint a bőrradír, még ezt a sejtmegújulást is megpörgetik, konkrétan egyébként képesek 30 napról 15-re mérsékelni. Tehát, hogyha mondjuk valaki pigmentfoltokkal küzd, pattanások utáni foltokkal, tehát bármi ilyesmivel, hamarabb gyógyul, hamarabb regenerálódik a bőre, többek között ezért, mivel ugye ez a bőrmegújulás így meggyorsul. Egy csodaszer. Igen, szinte. Igen, ha jól együtt működik a fényvédővel, mert ugye itt jön be az, hogy hát nyilván, hogyha az UV-károsodás, meg az egyéb környezeti károsodásból adódó problémáinkat itt kipörgetjük a bőrünkből, hát akkor védjük már meg szegény új, egészséges, felszínetől boldog hámsejtéket, és ne az legyen, hogy újra ugye a környezeti károknak kitesszük őket. És ugye az, hogy miért választunk, az megint csak bőrtípustól függő, nagyon sokféle van, de tulajdonképpen ugye az effektivitása miatt, meg ugye a kíméletessége miatt preferáljuk inkább ezt, tehát a bőr azért ezt sokkal jobban szereti. Ezek egyébként alacsony százalékú dolgok, tehát nem azt kell elképzelni, amivel a kozmetikusok vagy a kozmetológusok dolgoznak, ami ténylegesen ilyen nagyon erős, lemezes hámláshoz vezet, ami nagyon mély hegek esetén alkalmazható, vagy egyébként az anti-aging vonalon is, de azt már csak kozmetikus csinálhatja, tehát ez ilyen 30 meg fölötte százalékokkal. Ezek ilyen kis alacsony százalékú dolgok, amik nem csíp, nem mar, nem kezd el hámlani az ember. Bár hámlasztónak hívják, de nem kezdesz el, ha jól használod, konkrétan hámlani. Úgyhogy ezektől nem kell félni, csak hát nyilván ugye tudni kell használni, utána kell nézni, hogy meg kell nézni pár ilyen videót, hogy ezt hogyan is kell használni, és hogyan is lehet ezt beépíteni. Lezárásként még egy dolgot szeretnék mondani. Szintén a videóid alapján azért is nagyon szimpatikus volt mindig a hozzáállásod, hogy
hogy utat mutatsz az embereknek, úgyhogy nem feltétlenül a magas árkategóriájú dolgokat mutatod, hanem hozzájutható a tudatos bőrápolás kellékei elérhetőek tulajdonképpen akár mondjuk a drogériákban is, tehát nem minden drogériás termék rossz, hanem ott is tud segíteni, hogy egy könnyebben megfizethető terméket vásároljon az érdeklődő és a tudatos bőrápoló. Igen, van az a kategória szerintem, bár tudom, hogy ez teljesen egyéni, amire én már azt gondolom, hogy nem éri meg. Tehát bizonyos alapanyagokat, még ha prémium minőségű is, azért bizonyos áron szereznek be a gyártók. És amikor így fejben nagyjából összeadja az ember, és kijön a matek, hogy hát akkor egy ilyen hányszoros, nagyon csiliós szorzó van rajta, na azt már nem érdemes megvenni, szerintem. De ettől függően nyilván azért van olyan, hogy jobb minőségű, effektívebb termék drágábban, de nem feltétlenül, egyébként az ár az nem feltétlenül mindig mutatja, hogy mi mennyire effektív, és mi mennyire jó nekünk. És igen, vannak abszolút, sőt, egyébként szerintem ez most egy nagyon-nagyon jó irány, hogy kezdenek a drogériák is nyitni így a tudatos bőrápolás felé, és már nagyon sok márka, és egyébként köztük nagyon sok magyar márka megtalálható, mert hogy nagyon jó magyar tudatos bőrápolós márkáink vannak. És erről se tudunk annyira sokan. És nem tudunk feltétlenül, hogy ez magyar, maximum az ember megnézi, hogy made in hol, és hogy ki a forgalmazó. És tényleg most már ahhoz képest, hogy mondjuk 5 éve mi volt a drogériában, mint választék, tehát ahhoz képest most már el vagyunk árasztva. Tehát jó, mondjuk tudom, hogy pici város, pici drogéria, mondjuk ugyanarról a drogériai láncról is, ha beszélünk, nyilván nem ugyanaz a kínálat. Tehát most én is Pécset lakom, ugye, ott azért viszonylag nagyok a drogériák, de mondjuk még nekünk is kevesebb a kínálatunk, mint mondjuk egy budapesti ugyanaz a drogéria. De ettől függetlenül szerintem, ha csak a drogériára szorítkozik valaki, már akkor is egészen jó dolgokat tud találni, és igen, nagyon sok, tehát az alacsony, a közepes és a magas árkategóriában is meg tudja magának találni azt a terméket, ami számára megfelelő, illetve egyébként termék típusok között is van olyan, hogy tehát én azt szoktam mondani, hogy az legyen, ha már van egy keretünk, és mondjuk dönteni kell, hogy melyikből veszem meg a drágábbat, mindig abból vegyük meg a drágábbat, ami hosszabb ideig van a bőrünkön. Tehát egy fényvédő, egy hidratáló krém, ilyesmi. Nem feltétlenül egy lemosóból, ami mondjuk megmosod, igen, lemosod és viszlát. Tehát ott azért olyan nagy csodákat nem lehet várni. Úgyhogy ha bizonyos keretünk van, akkor így is tudunk egy kicsit sakkozni, hogy akkor ebből picit a drágábbat, ebből picit az olcsóbbat, és akkor tök jól össze lehet rakni egy rutint. Igen, én is azt gondolom, és azt látom, hogy az emberek legalább most már tudnak kísérletezni, van miből választani, és így megtalálja van, a megfelelőt a bőrének. Igen, igen. Köszönöm szépen, Petra, hogy eljöttél, és hogy beszéltél a tudatos bőrápolásról. Remélem, hogy minél többen kezdik alkalmazni ezeket a praktikákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást.